Engedd el. Hát ezt jól engedted. Hülye vagy. Na, sziasztok! Tegnapi vlogom az nem annyira sikeredett olyan jól, már olyan értelemben, hogy hát fele rajta se volt, amiről beszéltem itt az autóban, mert az az igazság, hogy pont egy filót nyomtam le, így ugyanezen az útvonalon, és nem vette. Szóval, hogy megnyomtam, hogy retsz, de nem sikerült annyira mégse. Úgyhogy így ezáltal az a helyzet, hogy ez nem lett fölvéve. És pont itt mondtam el, igazából a döntésekről beszéltem, hogy mi a jó döntés, vagy mi nem, még most is rohadt hideg van, -4 fok. Hogy az Éviék most pont döntés előtt állnak, vele beszélgettük ezt, hogy egy iskola között vacilálnak, ugye a lányom most megy iskolába, és hogy melyik lenne a jobb, vagy a kevésbé jobb, és ez olyan nehéz, hogy mindenki azt mondja, hogy ha tudnám előre, ugye, de ahhoz mindent kéne tudni, tehát azt is kellene tudni, hogy ez az iskola milyen lenne, ha ott lenne a gyerekem, és az az iskola milyen lenne, ha ott lenne a gyerekem, mert ugyanis attól, hogy te elmész, tehát ők eldöntenek, vagy döntenek egy iskola mellett, azt választják, a lány oda fog járni, és ők úgy gondolják, hogy na, ez jó döntés volt. Attól a másik, tehát ez igazából soha nem derül ki, mert a másik lehet, hogy még jobb döntés lett volna, tehát van egy rossz, amit az ember feltételez, vagy inkább tart tőle, hogy ezt nem szeretné, de valahogy dönteni kell, kiválasztja az egyik iskolát, az a rossz, amire ő gondol, nem következett be, de nem jelenti azt, hogy ez volt a jó döntés, mert lehet, hogy a másik iskola még jobb döntés. És ezt most ilyen nagyon általánosságban mondom ezt a dolgot, mert ugye ez mindenre igaz, akár egy párkapcsolatra is, amikor az ember azt mondja, hogy hú, de szar, párkapcsolatban élek, meg mit tudom én, és jó lenne változtatni, de mi van, ha a másik rosszabb lesz? És akkor az ember elkezd gondolkozni ezen, ezt mondjuk tegnap sokkal jobban elmondtam, de mindegy, most ez már csak ilyen utórengés, hogy mi lett volna, ha? Tehát, hogyha benne vagy egy kapcsolatba, akkor elkezd az ember sóvárogni akár egy kevésbé rossz után, ami már mondjuk egy rossz kapcsolat után, ami egyébként rossz volt, de ahhoz képest jobbnak érezte, de lehet, hogy az se volt jobb. Szóval, hogy ezek annyira, szerintem ez baromi nehéz, a legnehezebb. Ezt egyébként tegnap abból kifolyólag kezdtem el lecsetelgetni, most nagyon belevágtam a közepébe, hogy én utálok dönteni. Tehát ez, szerintem ez a legnehezebb dolog az életben. Én tudom, hogy ez nem jó, de én sokszor azt érzem, hogy inkább történjenek így a dolgok maguktól, és én az adott helyzetet majd valahogy feldolgozom. Viszont nyilván akkor így az emberben megvan ez a hát, hogy nem válasz felelősséget. Mondjuk, amikor az ember ugye döntést hoz, akkor azt mondod, hogy jó, én döntöttem így, ezt kell vállalnom. És ott valahol az embernek be is kell ismerni, meg be kell látnia a dolgokat, hogy igen, ezt most én elhibáztam akár, viszont amikor, amit én szeretek, jó, nyilván ez nem mindig, de legtöbb esetben itt szeretem magam kihúzni a döntések alól, tehát majd lesz valahogy. Én általában mindig így vagyok, mert ha meg én döntök, akkor meg magamat okolom dolgok miatt, és az meg plusz még szar. Én most bemegyek sógornőmhöz a boltba, mert iszok egy kávét. Vettem a Antalnénak egy naptárt. Azt írtam neki naptárat. Most nem tudom, hogy kell jól ragozni. Naptárt vagy naptárat.
meg pár cuccot. Oda bedobáltam, majd megmutatom, nem olyan nagy dolgok, csak nem volt otthon nagyon kevés az öblítőm, azt vettem. Úgyhogy most iszok egy kávét, és lehet, hogy nekiállunk csempézni. Ez nem szakszerű csempézés lesz, de fönn fog maradni szerintem, hogy akkor már csak lapozni kelljen mondjuk holnap. És akkor haladjon már az a fürdő, most nem fekszek le, mert nem. De fázok! Jó sokat itt voltam. 9 óra. Basztus, és Krisztófert meg már mikor elvittem? Jó, mondjuk voltam ugye vásárolgatni is. Ezt azt, ami köllött. Hát 10 000 forintot költöttem, majd mindjárt megmutatom. És majd még beszélünk. Van olyan udvar, gyerekek, amiben még van hó. Na, gyorsítva fogjátok látni, hogy fölrakom a csempéket. Most elég volt, nem várok, és nem fogom szakszerűen csinálni, mert kéne még húznom egy réteg lett anyagot, falazó habarcsot egész pontosan a falra, mert hogy ott még vannak nagy hízagok, mivel hogy a csemperagasztó az ugye drágább, de leszarom most, ne haragudjatok. És úgy fogom megcsinálni, hogy szépen visszatapaszgatom a csempéket, nem szakszerűen, úgyhogy azért is lesz gyorsítva, hogy lássátok, hogy mit cseszekedek, de én most véget akarok már a fürdőszobai izénak vetni. Lehet, hogy fölviszem a siestát is, vagy mi az hősugárzó, mert azért hideg van. Szépen megcsinálom, lecsempézem, akkor a fürdő kész lesz. Aztán majd lehet, hogy glettelve nem most lesz, de attól fürdeni lehet benne. Járólapozás meg lesz, minden majd le lesz glettelve később, aztán nem érdekel. Móni. Így döntöttem. Na, beviszem gyorsan a cuccot. Ezt mondtam, hogy a Katinak vettem egy naptárra. Igen, mert akkor se tudtam, hogy kell mondani. Na, összeszedjük szépen ma egy kis kosárba. Vettem pár dolgot, mert mibe rakjam most bele? Hú, én rettentő mód fázok. Meg az ablakot is nyitva hagytam, hanem jó, szellőztetni kell. Hiába, itt egy kosárba belepakolok. Ragyogom, süt a nap, és szikrázik a fény. Azokat ágy darabok, meg minden, az meg máma délután megy szépen oda a ház elé, mert jönnek a lomtalanítók, úgyhogy ma még azt is csinálni kell. Bepakilok. Komolyan mondom. Úgyhogy siessünk. Elnézést. Ezt nem tudom felvenni. Na, gyorsan megmutogatom, hogy miket vettem. Hú, de fázok. Vettem egy kokkolinót. Ez 1400 forint volt, és majdnem 3 liter, 2,9. Vettem egy viszkászt, már meg is érkezett Clarence, ez pedig, ez valami 400 valamennyi, adok neki majd, mert most már nagyon kívánja. Bekinek egy pedigrét, ez befalja pippak. Vettem zöld borsót, mert becsinált levest akarok csinálni, csibenyakból. 3 túrót vettem, gyerekek. 450 forint egy darab. Én teljes mértékben vagyok ájúva. Tudom, hogy nem tejföl, hanem pusztaföl, de most ilyet vettem, mert ez is 300 forint volt, és már felment az ára. Csak a Kati pont nem volt ott,
és így nem tudta megmondani az Ági, úgyhogy a régi áron adta, ami 300, és semmi köze a tejfölhöz. 190 forintért vettem két rétes lapot a túróhoz, mert a virág akar enni túros rétes. Ezt ilyen gyomorsabb lekötőnek kell legyen itt a háztartási. Ezt azért vettem kókusz recelék, mert akciós volt 220 forint ez a 200 g-os kókusz recelék. Kávét vettem a piros kávégépembe, az a legszélső, amit a Katéktól kaptam. Hozzávettem egy tejszíhabot, ez 450 forint volt. Ez 1200, ez habkő. Tudjátok, onnan látszik a lábam, sarokreszelő. Sosem volt ilyenem, de megmondom őszintén, hogy van ez a sarus papucs. Hát az úgy tönkre teszi a lábat, hogy nekem sose volt ilyen bőr repedezésem, és mindegy, most vettem egyet nyára, ha megint kirepedezik. Ez egy poroló, teleszkópos, le lehet szedni vele a pókhálókat. Itt már leszedtem körbe, ezt meg utólag vettem észre, vatta cukor gyártó, tök jó, és az benne még a legjobb, így leszedni, hogy ezt is le lehet szedni, mert ez ilyen gumírozott, így leszeded, és ki tudod mosni. De most nem mossuk ki, mert hát még nem olyan koszos. Alig szedtem le egy-két pókálat, és kis helyen is elfér. Opa! Hát lehet, hogy ez nem lesz hosszú életük. Vettem egy parajpürés penót ki, hogy hívja, én majd egy tésztát szeretnék. Elvasasztam ugye a kesztyűmet, úgyhogy egyet vettem, hogy ki tudjam venni az ételt, mindjárt bejöhetsz be ki. Vettem egy körömreszelőt, azt tudjuk mire való. 1, 2, 3, 4 és 5-ös darab sütőport, 20 forint volt darabja, mindennek nem tudom az árát, csak azt mondom, amit tudtam. Vettem fehér répát, vagy mi a neve, egy fej fokhagymát, ezt a becsinált leveshez akarom, és egy ilyet. Na, és most szünet. Aztán majd csempézés. Behoztam a izét. Mi ez? Csemperagasztó. Most föl kéne vigyem az emeletre. Megtöklök. Várjál, mert lehet, hogy le van zárva, akkor először felviszem a vödröt, kinyitom az ajtót, ezt le is akasztom. Christopher már leföl jár, szabadul. Csak annyi, hogy ugye ez van lezárva, úgyhogy teljesen oda ne menjen föl. Na, akkor elvesszük a falat. Kezdődhet a buli. Jaj, de nehéz a dolga a katonának. Rohadjál meg. Hát jó, itt sok csemperagasztó fog elmenni, de leszarom. Engem most ez nem ér. Én nem fogok itt ebbe baszakodni. Az biztos. Ott könnyű dolgom lesz. Kezdjük el. Bum 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 bum. Hú, de nehéz.
rohadj meg. 25 kilót már biztos nem hízok, már akkor nem tudok följönni a lépcsőt. Móni! Hol kezdjem? Itt? Vagy? Nem is tudom. Hát jó, ott majd nem tudom, mi lesz, ahol ilyen. Akkor ezt ki se cserélem. Mert itt lesz a tükör, sőt, még a tükröt is fel kéne hozzam, hogy meglássam, hogy mi van. Na, kezdjük már! Hát gyerekek, ez nem olyan egyszerű, mint ahogy gondoltam, és el fog törni így is pár csempe, ugyanis valami nem, nagyon nehéz berakni két csempe közé ugyanazt a csempét, és lehet, hogy nem is ugyanazt, úgyhogy ha eltörik, majd megtartja valahogy a fal, mert ez így baromi szar. Nem tudom, hogy hogy csináljam, gumikalapácsom nincs. És akkor is eltörik, de hát nem tudok mit csinálni. Sajnos nem tudok mit csinálni. Itt majd lesz valami, megfestem, vagy nem tudom, és letört ott, de hát szarok rá, nem megy be ez a nagy büdös helyzet. Hogy itt annyira egyeznék, ott már jobb lesz talán, vagy hát nem tudom. Azon kívül le kell pucoljam a csempét, ugye? Nem úgy megy, ahogy szeretném. Jó, nem érdekel, itt lesz a tükör igazából, hogy ott mi fog látszani, vagy mi se. Semmi sem, mert én úgyis kitalálok valamit, ami elfedi. De hát ugye... Csak legyen fönn a csempe, nem? Vagy hát nem tudom már ezek után. És egyszerűen itt milliméterekről van szó. És nem megy be. Akkor azt hogyan tudnám megoldani, hogy bemenjen, ugye? Ha egyszer nem akar. Ez itt a kérdés. Választ adjatok. Nem jó, ugye? Most a jó. Most a tuti. Hát, öcsém! De ezt le... Hát nem tudom, mennyit tudok tudni hasznosítani. Ez egy csempékből, de hát most le... Ne is nézzétek végig. Na, most jelen állás szerint így vagyunk. Itt lesz a tükör, úgyhogy ezt mindjárt föl fogom hozni. Már azt ki akarom mérni, hogy ez hogy lenne jó. Ez
ez vastag, úgyhogy kell keresni egy másik csavarhúzót. Na! Jaj, nem jó. Móni. Megmutatom, hogy ide volt ragasztva a telefon, az volt a látószög így. Na, most így állok, azért visszatettem pár darabot. Onnan hiányzott 4 darab csempe, azt látjátok. Ezt a 4-et, ezt most visszatettem. Hoppá. És akkor folytatom. Nem tudom, hogy mi fog látszani, meg mi sem. Úgyhogy azt most visszapótolom, azt is, ezt az egyet. Aztán haladok sorba, ahogy haladok. Ennyit haladtam, nem sokat. Ott is azért raktam be. Hát, azért van mit csinálni még. Itt meg most lemegyek és főhozom a tükröt, meg kezet is kell mossak, meg minden. Akkor bemérem. Ja, meg még azt az egyet is oda a sarokba felraktam. Meglátom, hogy meddig tudok jutni, mert ott ablakcserét szeretnék. Úgyhogy majd meglátjuk. Na, most egyszer ennyi. Hát jó lassan haladok, Móni. Krisztófer már itthon van. Igaz, hogy jól eszik, de így nem akarok felmenni az emeletre, mert megijedt, hogy hol vagyok. Úgyhogy, hát már ez ennyi volt. Lehet, hogy lesz még ma videó, de nem ígérem ezt meg. Mert lomtalanítunk. Úgyhogy vagy lesz, vagy nem. De ez most már ennyi volt. Aztán majd remélem holnapra le tudom csempézni, vagy holnap a maradékot, és akkor már csak a lapozáson vissza. Még a tükröt se vittem föl. Mindegy, most ennyi. Éljetek, ahogy tudtok, arrivederci!